A következő mesét Panka küldi neked a KNTH Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél hamarabb. A béka király. Valamikor réges régen élt egy király, akinek mindegyik lánya nagyon szép volt. A legkisebb volt azonban a legszebb, a nap is rácsodálkozott, valahányszor megérintette az arcát. A királyi palota közelében egy nagy erdő terült el, a szélén hatalmas tölgyfa állt, alatta pedig egy kút volt. Egy rekkenő nyári napon a lány elindult az erdő felé aranygolyócskájával a kezében. Leült a kút szélére, és kedvenc játékát kezdte játszani, földobálta és elkapta a fényes kis golyót. Ám egyszer nem sikerült elkapnia, és a golyó beesett a kútba. Olyan mély volt a kút, hogy a lánya nem látta az alját. Hangosan zokogni kezdett. Miért sírsz? Kérdezte valahonnan egy hangocska. A királylány körülnézett, és meglátott egy békát. Jó napot, béka! Elvesztettem az aranygolyócskámat, beleesett a kútba, válaszolta a királylány. Rendben van, segítek visszahozni, de valamit adnod kell cserébe. A lány ígért neki igaz gyöngyöket, gyémántokat, és még a koronáját is felajánlotta a rusnya békának. Nem kellenek nekem a kincseid, csak egyet kérek. Fogadj játszó pajtásoddá, ültess az asztalodhoz, fektess az ágyacskádba. A hercegnő mindezt megígérte, de ő maga sem hitte, hogy egy béka a játszó pajtása lehet. A béka lebukott a víz alá, és nem sokára az aranygolyócskájával a szájában bukkant fel. Letette a királylány elé, az pedig boldogan a palota felé szaladt vele. A béka utána kiáltott. Várj, én nem tudok olyan gyorsan szaladni, vigyél magaddal! A lány azonban meg sem hallotta a kérést, sőt, már el is feledkezett a békáról. Az állat csalódottan mászott vissza a kútba. Másnap, amikor a király, a hercegnő és a teljes udvartartás az ebédlő asztalnál ült, az ajtó felől furcsa hang hallatszott. Placs, placs, placs! Majd kopogtak, és egy hang így szólt. Kis királylány, nyisd ki nekem az ajtót! A királylány felkelt, és megnézte, hogy ki az. Amikor meglátta a békát, gyorsan becsukta az ajtót, és visszaült a helyére. A király megkérdezte a lányát. Mi van veled, lányom? Mi zaklatott fel ennyire? Csak nem egy óriással találkoztál? Nem apám, hanem egy ocsmány békával. Mit akarhat tőled egy béka? A hercegnő elmesélte, hogy előző nap miként veszítette el aranygolyócskáját, és hogyan segített a béka visszahozni cserébe azért, hogy a játszó pajtása legyen. Nem gondoltam, hogy utánam jön, panaszkodott a királylány. De másodszor is kopogtak az ajtón. Kis királylány, nem emlékszel? Tegnap a kútnál ígéretet tettél nekem. Nyisd ki az ajtót! A király úgy határozott, hogy lányának be kell tartania az ígéretét. A királylány kinyitotta az ajtót, a béka pedig beugrált a terembe. Most pedig vegyél oda magad mellé. A lánynak nem volt ínyére a dolog, de apja szigorú tekintete engedelmességre késztette. Így hát egy tányérból eszegettek, a béka jó ízűen, a királylány azonban alig nyúlt az ételhez. A nagyszerű lakoma után a béka bejelentette, hogy szeretne lepihenni a lány ágyában. A királylány sírni kezdett. Nem viselkedhetsz vele így, amikor ő segített neked, korholta az apja. A lány fogta hát a békát, és felment vele a szobájába. Letette egy sarokba, ám a békának ez nem tetszett. Vegyél a karodba, vagy beárullak az apádnak. A hercegnő mérgében megfogta az állatot, és a falhoz vágta. Aludj jól, rusnya béka! Amikor a béka leesett a földre, egyszerűen szép szemű, csinos herceggé változott. Így valóban a királylány társává válhatott, ahogy az apa kívánta. A királyfi elmesélte, hogy egy gonosz boszorkány elvarázsolta, és csak ő, a legfiatalabb királylány szabadíthatta meg az átoktól. Másnap hajnalban a palota előtt csodás hintó állt meg 8 fehér bóbitás aranyszerszámos lóval. A királyfi hűséges szolgája, Henrik érkezett meg. A legény annyira elbúsult, amikor látta gazdáját békává változni, hogy 3 vaspántot rakatott a szíve köré, hogy az bánatában nehogy szétpattanjon. A kocsis felsegítette a fiatal párt a hintóba, Henrik pedig elhelyezkedett hátul. Boldog volt, hogy éppen és egészségesen kapta vissza gazdáját. Vidáman indultak el a királyfi birodalmába. Egyszer csak a herceg recsenést hallott a háta mögül. Henrik, mi történt? Tán eltört a tengely? Nem, uram. Nem a hintó volt az, csak az én szívemről pattant le egy vaspánt, mert megkönnyebbült, hogy nem vagy többé rusnya béka. A hazáig tartó úton a hűséges Henrik megszabadult összes vaspántjától,
Oly boldog volt, hogy gazdája sorsa végül jóra fordult.